A Marosparti Gárda az elmúlt idényben, miután 2-1-es győzelmet aratott a Paks 2 csapata ellen, meghosszabbította tagságát az MB3-as osztályban. Az idei bajnokság már elkezdődött, az első fordulóban a Szeged Grosics Akadémia vendége volt a makói alakulat, ahonnan 4-1-es vereséggel tértek haza, sőt az újonc Juhász Jónást is nélkülözniük kell, miután durvaság miatt azonnali piros lappal kiállították. A 2018-2019-es őszi szezont 5 edzőmérkőzés előzte meg. A csapat irányítását egy új edző, Magyar György vette át, aki 5 év után tért vissza a Marosparti városba. Sérülése miatt a tavaszi szezonban nem tudott pályára lépni, most azonban elméleti tudásával segíti a játékosokat. Természetesen azért mindenkit nagy vonalakba ismertem, vagy előtte, vagy figyeltem, úgyhogy ilyen szempontból persze, de könnyű dolga sosincs az embernek, mert ugye a játékosok is változnak, a fiatalok főleg ugye relatíve ilyen szempontból néha sajnos nem túl kiegyensúlyozottak a teljesítmény alapján, de hát ezen vagyunk, hogy megpróbáljuk belőlük is, illetve a többiekből is kihozni a legtöbbet. A keret jelentősen átalakult. 10 új játékos tudott igazolni a Makó FC. Többek között Tiszaszigetről, Békés Csabáról, Hódmezővásárhelyről jöttek, de a legtöbben Mórahalomról érkeztek. Így egyiküknek sem ismeretlen az MB3-as bajnokság. Most úgy veszem észre, hát tavaly is nagyon erős volt, meg szoros volt a mezőny. Most én egy ilyen 2-3 csapatot tennék az ilyen mezőnybe. Viszont a többi mind verhető és kötelező meccseket kellene hozni. Az a baj, nincs kötelező meccs, viszont minden meccset kellene hozni, és rá még bravúr pontokat kellene szerezni ahhoz, hogy biztos legyen a bennmaradás. Viszont nem a bennmaradás lenne igazából a cél, hanem szeretnék egy stabil középcsapatot, és amire minden esélyt látok rá. A tavalyi idényben még a Balatonfüredi FC-t erősítő Grecsó Bence is visszatért az Alföldre. Az orosházi születésű fiatal jól beilleszkedett a marosmenti csapatba. Elmondta, nagyon összetartó a gárda, és megpróbálják minél jobban segíteni egymást. Szélső átvét poszton gyorsaságommal, erőszakosságommal szerintem hasznot tudunk belőle húzni. Szeretném sok gólpasszal segíteni a támadókat, és tehát azt szeretném, hogy a jobb oldal legyen a nyerő oldal nálunk. A csapat legfőképpen a bentmaradást tűzte ki célul, de azon dolgoznak, hogy a 10. helyen végezzenek. Az őszi szezon második fordulójában már hazai pályán bizonyíthatnak a város első számú futballistái. Most szombaton 17 órai kezdettel az Iváncs együttesét fogadják az Erdélyi Ferenc téri sportpályán.